egy pár szót hozzátok. Én úgy gondolom, hogy az, hogy ide feljöttünk, ez valóban egy óriási teljesítmény mindenkitől. Most is láthatjuk, hogy a miniszterelnökünket a hatalom mennyire védi. Én csak azt tudom mondani, hogy egy olyan miniszterelnököt, akit a népe szeret, azt nem kell védeni. A miniszterelnököt a saját népétől nem kell megvédeni. Ha meg kell védeni, akkor már nagyon nagy baj van. Számomra teljesen érthetetlen, hogy miért nem engedi a hatalom, hogy elvonuljunk a miniszterelnöki rezidencia előtt. Magyar ember magyar embert elvileg nem bánt. Orbán. Az, hogy mi oda mennénk és elmondanánk a követelésünket, amit most már így is fog hallani, mert rengeteg média vett minket körül, ezt elmondom itt most még egyszer, követeljük, hogy a miniszterelnök úr emelje fel a szavát az azonnali kilakoltatások megállításának érdekében és a végrehajtási záradékok azonnali felfüggesztéséért. A többi, ami ezután következik, az mind jogi lépés, azt tényleg nem tudjuk az utcán megoldani. De ha ezt most békésen nem tudjuk kikövetelni a miniszterelnöktől, akkor sajnos azt kell tennünk, amit más országokban csináltak, el kell zavarni a miniszterelnököt a posztjáról. Gyakorlatilag, ahogy Csehszlovákia, Bulgária, Szerbia csinálta. Ha Orbán úrnak ez jó, akkor előbb-utóbb beérik ez a gyümölcs. Ha a népe érdekében akar tenni, akkor még ettől a szégyentől megmenekülhet. Én úgy gondolom, hogy nem sok idő van hátra ahhoz, hogy itt egy olyan demonstráció és tetrekész tömeg jöjjön össze, amelyik ezt a feladatot meg tudja oldani. Szerintem ehhez már 2 hónap elegendő. És akkor nem lesz karhatalom, aki ellenünk jön. Nekünk most nincs értelme itt hadakozni a rendőrökkel, hiszen teljes mértékben ma mellettünk voltak, segítették a vonulásunkat, nem az ő problémájuk az, hogy nem tudunk tovább menni, mert ők sem tudják megoldani, mert parancsot teljesítenek. Viszont addig, amíg parancsot teljesítenek, azért azt nekünk valahol figyelembe kell venni. Én úgy gondolom, hogy a célunkat elértük, most már sokkal több médiában meg fog jelenni az otthonvédők követelése, és az otthonvédőkről csak annyit, hogy itt most nagyon sok otthonvédő van az ország különböző pontjáról. Ugye meg kell említenem a Koppány csoportot, a Nem adom a házam csoportot, meg kell említenem a Békés megyei csoportot, meg kell említenem Dorogot, Pápát, Ózdot, a Bankcsapda csoportját, a 60-i csoportot, teljesen egyéni civil emberek. Tehát itt azért ma megmutattuk azt, hogy mi nem egy politikai összejövetel vagyunk, nem a saját vezetőink ellen vagyunk, csak azt kérjük és követeljük tőlük, hogy az érdekeinket képviseljék, amiért oda lettek küldve. Az nem járható út, hogy mindig a külföldi pénzhatalom érdekeit képviselik. Ezt Magyarországon sürgősen be kell fejezni. Ez egy magyar civil követelés, nem politikai követelés. Ez egy társadalmi kérdés, ezt tudomásul kell venniük. Ha tetszik, ha nem, előbb-utóbb ez a dolog úgyis be fog érni. Viszont mi nem akarunk polgárháborút, nem akarunk testvérvért folyatni, folyt már ezért az országért elég vér. De ha nem hallgatnak ránk, már mondtam többször, sajnos ez be fog következni. Egyelőre én még bízom benne, hogy ezt el tudjuk kerülni, és meg tudjuk oldani a problémát civil emberként, az utcán, de vérfontás nélkül.